A Bonyhádi települési értéktár küldetése, hogy összesítse és rendszerezze a városban fellelhető értékeket. Létrehozásának célja Bonyhád természeti környezetének, szellemi, anyagi, művészeti alkotásainak, hagyományainak összegyűjtése, bemutatása, ezen keresztül az összetartozás erősítése. A történelmi vagy közelmúlt épített vagy kulturális öröksége mellett a bonyhádiaknak számos olyan rendezvénye is van, mely az értékek sorát gazdagítja. Ezek között is kiemelkedik a város legnagyobb ünnepsége, a Tarka Fesztivál. A bonyhádi értékek közül a bonyhádi piros tarka, a tájjellegű szarvasmarha az, amire a mai napon leginkább büszkék vagyunk. Azért készültünk ezzel, meg az ehhez kapcsolódó Tarka Fesztivállal, mert az elmúlt két évben sajnos nem tudtuk megrendezni. És most nagyon örülünk annak, hogy a szervezés közepén vagyunk már, és már minden alakul, hogy augusztus második hétvégén egy nagyszerű bulit csináljunk ott a városban. És ez a program, a mai, ami itt van most a Várai Parkerdőben, kiválóan alkalmas arra, hogy Tolna megye valamennyi településével ennek hírt adjunk, és ezért a szarvasmarhával ilyen étellel is készültünk. Ételeink közül a tárkonyos marhagulyással készültünk a mai napra, úgyhogy minden, a szórólapunk, a jelmezit, a hátam mögött láthatjátok a két bocit, aki népszerűsíti ezt a rendezvényt. Minden arról szól, hogy mindenkit szeretettel várunk Bonyhádra augusztus második hétvégére. Fennállása óta a bizottság 82 értéket vett Lajstromba, melyek között van többek között a bonyhádi zománc, az ortodox zsinagóga, Kovács Ferenc festőművész munkássága, vagy a Petzel család bibliája. Az utóbbi években is nagy szerencsénk volt, mert a különböző megkeresések, civil megkeresések alapján több értéket is sikerült fölvennünk a helyi értéktárban. Többek között a bonyhádi képzőművészeti körnek egy nagyon szép kiadványát sikerült megjelentetnünk, és a helyi Percel kúriának az arborétumáról is egy kiadványt tudtunk megjelentetni. Folyamatban is vannak olyan értékeknek a felvétel az értéktárba, amit kívülről külső ajánlások alapján kapunk meg, és ez nagy öröm számunkra. Látható, hogy elkezdődött egyfajta értékmentés, és egyre többen vannak azok, akik elkezdtek foglalkozni azzal, hogy ezekkel valamit kezdeni kell. Most, hogy már egyre több értékünk fel van tárva, és egyre több helyen meg tudjuk jeleníteni őket honlapon, különböző felületeken, így több érdeklődő számára ugye nyilvánossá válik, hogy ezeket az értékeket eddig is kezeltük, feltártuk, és akkor sok embernek eszébe jut, hogy hát még vannak olyan értékeink, amik érdemesek lennének arra, hogy bekerüljenek. Az emberek gondolkodását és figyelmét rá kell fókuszálni arra, hogy számtalan olyan kincs van az életükben, a mindennapi közegükben, amit lehet, hogy észre sem vesznek, pedig a múlt egy olyan darabja, mely a jelen számára is értékkel, üzenettel bír. Másrészt pedig a generációs különbségek, hogy mindenkinek más üti meg a szemét, más lesz az érték. Sok minden van, amire már mi sem emlékszünk, és még idősebbektől tudjuk, hogy igen, ez egy nagyon nagy érték volt, és érdemes vele foglalkozni. Az elmúlt időszak ugye egy nehezebb időszak volt, most ezt a két értéket tudtuk most felvenni, tehát most igazából nem nagyon tudtunk foglalkozni. Ez a két kiadványunk jelent meg, és a Bonyhádi Öreg Diák Szövetség, ami ugye egy nagyon nagy hagyományra tekint vissza, ők kerültek be a Bonyhádi Értéktárba.